Itt is van nóta, jó bor, jó egészség, szép asszony, feleség. Szép asszonynak, jónak, a vigan rájú lónak, kár még öregedni. Tavasz kinyílott már, az akácfa fehér fürtös virága. Alatta egy barna legény, ki most készül világjáró útjára. Fel-fel sóhajt búcsúzkodik. Istened élet falu legszebb leánya. Visszajövök, mire lehull az akácfa fehér fürtös virága. Amit tudok, hozzájárulok. Hát annyit talán még tudnak magukba ez így, ha más nem tudnak, de ez az Ernő volt. Az a vörös fenő, az még átíti a háborút. Ja. Ide vágódott be egy, kettő, három, négy. Ja. Itt innen jöttek a repülők. Ja, a repülők hát. És itt nagy, ez nagy valami volt, nem? Égett. A faluban meg lehetett látni, hogyan égett. Te jelent, azt mondja, ott íg. Tehát a vadászgép, mikor alkrájcunk komiát, Márk Talha. Az a körgyűrű, ott esett kő, az egy, vagy ugrott kő, az első ejtő ernyős. Ebből én gondolom mondtam, hogy is már csináltak mennyasszony ruhát, a belsejéből. Ja. És az a ruha még megvan, ja. De nem adják oda, még az öreg él. Hát akkor 6 éves volt. És akkor azután megfordult az alsóri határ felé, és éppen a Zuttu mellett a Komjáti, még a mi határunk, az ott esett le. Hát itt összeszedtem én még a golyónak, a külült golyónak a hűznit, ahol benne van a... Uh-huh. Itt össze lehetett szedni. Az itt azt állítsák, hogy itt benne van. Ásás nélkül nincs értelme az egésznek. Tehát úgy, hogy szakértőknek itt kell lenni, hogy hunkezzék meg ezt nem lehet ásni, ezt itt karcolni kell. Óvatosan. Nem? Ide fogmanok kellenek. Nem? Ja. Mert nem, ez nem játék. Játék az óvodában van. Fél tízkor történt, mikor leesett és égni kezdett, és egész estélig még itt voltunk a barátomja. És addig égett? Ja. Hát itt is
ha rátartsák azt a gépet, amivel keresik, olyan hangos, mikor rálépsz, akkor észre is veszed. Itt a sorkon, az hadiszobor bekörzett, ilyen, ott én úgy sétültem akkor, hogy négy orosz halott katona a sorkáról el lett ázsva, és másfél évre rá okvetlen akarták mutasson meg. Nácik ott voltak, szájkötő volt, rátették a lábára a láncot, és meghúzták, kiszakadt a lába kettőnek. Tehát kettő-kettő úgy volt a kettőnek. Azért tudtam, hogy minden, mert minden ott kellett lennem. Én 40 évig húztam azt a járomot, és mellette még megcsináltam a sportszerent. A Kultúra Egyesületnek is volt még akkor. Színdarab játszó voltam, sugó voltam színdarabnál. Ezen ügylet szabályszerű lebonyolításom után viszont bátor leszek a nagyság becses kezét megkérni önmagamnak. Vendégsereg azt mondja, hogy helyes, kérem nem helyes, mert itt gép kénytelen voltam a konyhába tenni tiszteletemet, ahonnan azonban az említett angyal egy paradicsomban fűrő kanállal egyetemben megfutamottam. Szóval szereplő, tanító, mint a Hogwarter felé a kollégám mondta, Ernő, te honnan voltál ott? Farkas István nagy szerepet játszott a gyűjteménynek. Múzeumnak. Ez az alapító tag is volt. Szabó Tamás, Szabó Frigyes, Szabó Ernő, meg hát Horváth Gyula. Sepér Károlynak kellett volna szerintem elvállalni az elnökséget. De nem addig beszélt, ő nem, mert ő nem tud, ő Bécsben van, meg hát nem tudom, mindenféle kifogásokat. Aztán a Kájtár Károl egyforma üdősek voltak a lányom, az üdősebbik lányom, meg a Kájtár Kálinak a lánya. Azt rá tudtam beszélni. Elvádolom az elnökséget, azt mondja, de én ebben a múzeumban nem menek be. Megválasztottuk a Sepér Károlyt, azt mondta, most Isten veletek, mint ahogyan mondtam, én időben nem menek. Meg nem is jött be, meg hát. Na most annyira erőtettem, hogy mégis azt mondta Sepér Károly a választás előtt, hogy ő hát vádolja. Ja, meg egyszer csak eszébe jutott, azt mondja, tudod mit? Csináljuk úgy, én leszek az obmann, te meg a Geschäftsführend obmann. Szóval ezt is nyílba ütöttek. A 1850-ben lett építve ez a ház. 26. októberben mindig itt összegyűjtöttek a tagsági díjat, itt megfizethették azt a 10 eurót. Szóval legalább 20-an voltunk. Hát ott aztán ment, mit tudom én, 3 óra, délután kezdték, sötétik. Igen, már. Szóval a toroknak kellett szenvedni. Na meg a bor még rá. Az még mindig lenek folyik. Szagos a rozmarin, szagos a rozmarin, lehajlik az ága. Gyere kis angyalom, feküdj árnyékába. Nem fekszek, rozmaring árnyékában, galambom,
visszahajlik babám, fejér alsó szoknyám, megver az édes aj. Akkor szép a huszár, akkor szép a huszár, mikor masíroz. Minden csárda előtt, minden kislány előtt egy nagyot káromkodik. Verje meg az Isten azt a jó édesanyát, galambom, aki katonának se katonának nevelte a fiát. Egészségére, egészségetekre. Én még látom a mosolón a hozzánézőknek, hozzá hallgatóknak, hogy valahogy megfelel hát a nótázás, meg a beszélgetés van. Hát beszélgetés mi sokat nem beszítünk, tehát... Ja. Hogy ezt itt megírhettem, ez nagy valami nekem. Sajnos nagy esetem is volt ebben az évben, feleségem. Ő nem, ha mentünk autóval, annyit mindig énekülj egyet, vagy többet. Nem. Ő nem énekelt úgy. Nem. Jaj, annak jaj, aki szívből szeret, én Istenem vedd ki a szívemet. Tétjeibe egy nagyat kő, tégy oda egy követ, hogy ne járjon, ne felejtsen, ne szeressen többen. Az azért megvan bennem, hogy a magyar nótákat ápolom, tudom, ismerem. Az is ír valami, az kultúrához tartozik. Ön valaha tanult énekelni? Vagy ez... Hát egyáltalán semmit. Soha? Ne. Akkor ez a jó Isten áldotta meg? Ja, úgy van, az Isten adta ezt itt nekem. Hálás vagyok érte. Irigylőim sokan vannak. Mint a kutyák ugyogatnak. Azok nekik vigy napokat. Hadugassák ki magukat. Nagyon a szabú, hadd nagyulás, híres, hajsírgatós.
itt az emlék, mint hogyha előttem volna édesanyja. Na, ez tévnit az. Hát hálás, hálás, köszönöm. Erre mit táncoltak? Jaj. Ugrálót. Olyan fészárdás. Csak kettő, csak kettő. Az is olyan, mint a rongyos zsebkendő, zsebkendő. Széllel rózsás a közepes, csapatos. Ilyenek az alsó őri leányok, leányok. Ez itt a kocsma, itt, ahogyan kifordulunk, őrállása. Ez volt a vőlegény. Ja. Ki díszítette fel a fát? Hát mondjuk úgy, hogy vegyessen. Hát én jelen voltam biztos minden. Ahol lányok voltak, igen, ja. Maga is jelen volt. Itt, hát sok név volt. Egyet lapozok. Ami lóhátos volt, az csekin volt. Uh-huh. Ja. 9. február 64. Milyen csinosak voltak a lányok, ez is szép. Mind szépek ez. Ezek mind férhez mentek. Csak nem én hozzám. A Ferenc a Ferenc sorozott volna, már én akkor babám párad lettem volna. Hajá, Ferenc Jostán, nem sorozott volna, már én akkor babám párad lettem volna. Jön a postás legény, hozzá a levelet, hozzá a levelet, nyújtsaj a kezemben, meg állj barna kislánynak, fogod ezt várni, fog még a te szíved az enyém után járni. Ez nagy munka volt ám, kőásnyi nekik. Sokat dolgoztak a katonák, mindig lett beszélve a vadlányok dombgyáró, vagy ezek a római sírokról. Az mindig. Két szép lány volt a falunkba. Az a két szép lány elcsávította az egész férfiakat, annyira megmérgesítettek az asszonyok, hogy elrámulták. És azért lett vadlányok dombja, mert itt a faluban elzavarták őket. Meg öreg apa igen sokat beszélt. Én nem is bántam, mert én mindent, amit az az ember mondott, én igyekeztem belém tömni. Állatú, igen, igen csinos lányok voltak. Azért lett vadlányok dombja, mert ott hazérültek. Na jó, 1965-ben lett meg Ázsben. 1965. Én polgármester voltam. Ja. Most onnan oda megyünk, ott meglátni az utat jobban, hogy így hozták át, aztán ide bevitték ezt.
Hát úgy volt, hogy a római sírok 300 méter körülbelül, ahol víz volt. Itt még belül egy ír van, egy patak. Hát ezt úgy nevezik, hogy forduló. Ez a hely? Ja, de igen, igen, jobb beszéljük magyarul. Hagon haraszt. Úgy is lesz írva. Mert az unokaöcsém felhívott Erni, hun van hagon haraszt. Hát mondom, a forduló. Hát nem hitte el. Hát mondom, az a te kávéd. Helyzet vagy nem. Voltak nagy lapos kövek. Így vannak. Hát ez úgy van gondolva, hogy ez volt a római út az értő, vagy a pataktól ki 300 méter. Hát ez tényleg úgy néz ki, hogy gyalogjárda, nem? Hát akkor igen szép volt, mondjuk, mikor nyitva el volt, tisztítva, és meg volt, úgy lemetszették azt a földet, hogy szép, mint hogyha egy fal lett volna. Hát ez volt jobbra-balra. Hogy ott mi volt bent, vagy hogyan, vagy miképp, arról senki. Mert a tulajdonos csak 60 centire. Igen. Másik már az minden állam. Ja. Hát most már azóta merem mondani, hogy legalább 200-an voltam már népekkel megmutatni. Ilyen gollókat, borzsvörfülikat, ott összeszedtünk. A motorok még benn vannak. A tulajdonos, a komiháti tulajdonos, az azt mondta, hogy ásadtuk a kis págérjed, a gyökerekre vigyázzatok. Itt a tavasz kinyílott már, az akácfa fehér fürtös virága. Alatta egy ifjú legény, most indul a nagyvilági útjára. Felfele sóhaj, búcsúzkodik, Isten veled való legszebb leánya. Vissza jövök, mire lehull az akácfa fehér fürtös virága. 50-szer is lehullott már az akácsra fehér fürtös virága. Alatta egy ember ül, most jött meg a nagyvilági útjáró. Valamikor megvolt az a kulcs, úgy látom. Mégis van. Ja, valahol. Csak az alsó házban. Ja. Tehát tény az, hogy rossz helyen tapogatok. De hát én ilyen vagyok. Mit mondott nekem a múltkor, Erna bácsi, hogy mit írjak bele a vendégkönyvbe? Ja. Azt mondjál el még egyszerben, azt tetszett. Na most mi volt az, mert igen sok volt. Valami az, hogy ilyen vén öreg, és valami luk, ami nagyon röhögtem.
Itt már tudja? Bocsánat. Hadd halljuk még egyszer. De ha eszembe jut benne... Higgyék el, hogy ez nagy valami egy 95 évesnek, hogy ezt megérheti fiatal akaratos akarók, hogy legyen, éljen ez az egyesület még hát. Egészségére. Jó borocska. Ebben a házban 11 gyerek nőtt fel. 11. Nem teszek hozzá, nem veszik el. És mikor ezt a tartomány megvette, ezt a házat, akkor felbiztattam a doktor Sepér Károlyt, hogy neked van pénzed, nincsen családod, meg ezért. Nézd, hogy ez még legyen. Jön a bátyám, a János, kőműves volt. Tudom, mit mondok kinte neked, azt mondja. Halmazd össze, aztán gyújts alá. Mondom, már végeztünk a beszédje. Két évre rá, vagy két és fél évre rá, rá tudtam szedni a doktor Sepér Károlyt, fektess bele a pénzedet, mert az egyesület, még a tartomány nem adott annyit. Hiányzott 25 ezer shilling. Én azt elteszem, azt mondja. És minden a tartományé. Két és fél évre rá még egyszer a doktor Sepér azt mondja, te mit szólnál hozzá, hogyha én az én pénzemből megrenoválnám ezt itt a házat? Én mondom, igen, veszélyes a helyzet, mert a bátyám alá akar tüzelni. Mit a bátyád? Te döntesz, nem a bátyád. Szóval eldűlt, hogy meg lesz véve. Mondom a bátyámnak, a Szolmas van feketén munkád, Fúzsban van munkád, ugye? Most jó lesz. Nem szégyelled magadat. Ott még torkat álltottam. Kiáltott, hogy alá tüzelni. Te neked a kultúrához mondom, az egyáltalán nem felel meg. Hát aztán utóbb úgy lett, hogy miénk lett, hozzá kellett adni egy kicsit. Hát így aztán összevergelődtünk, hogy tagsági díjak is voltak. Még, hát lehet mondani, hogy támogatta, a nép támogat. Akkor voltak szomszédok meg is, hogy sütöttek meg. Szóval nem panaszkodhatok, hogy nem győztem megköszönni. Mert az is nagy valami, az is pénz. A feleségemnek mondták, hogy ha süssön töpörtyös pogácsát, sóstánglit. Hát az úgy elment, kaptam a kultúrdíjat 95-ben. Arra is nagyon büszkék vagyunk, vagy vagyok, hogy két álomfűt tudtam üdvözölni, plusz még tartomány, tehát a Landeshauptmann is itt volt, a prezident Magyarországról. Isten csoda, hogy ez megállotta így. Pedig tárva volt a szám. Ez jó borocska. Mentsek még egy kicsit? Jöjjön. Édesanyám mindig azt mondta, 69 volt ő, mikor meghalt. Azt mondta, hogy okvetlen egy nyolcad vörös bort inni. Meg egész haláljáig.
bátyám, a Frigyes beöntött neki egy nyolcadot, megitt azt a nyolcadot, ez most igen jó érzett. Hátra ereszti magát a párnának, behunja a szemét, meghalt. Fáj a szíves sok édes anyának, fáj a szíves sok édes anyának, mikor viszik fiát katonának. Fáj a szíves sok édes anyának, mikor viszik fiát katonának. Ezt gondolom a nagymama is énekelte ezt vele. Sokon keresztül ment. De olyan kedvesen énekelt a kapálásnál mindent. Azt ott savanyú arca nem láttam. Azt mindig, azt százszor elmondta. Gyerekek, a bátyátok 16 éves volt az ott, amikor márciusban meghalt. Apánk még 16. már december. Az nehéz volt apátok után a sírba nézni, de még nehézebb volt a fiamnak, vagy a bátyátoknak, vagy a öcséteknek. Azt ott mindig elmondta. De nem szabad engedni. Ez most nem csak parancs, ez kötelesség. Ja. És valamikor visszaemlékszik arra, hogy most odaírtünk, amit apánk talán ezerszer elmondta, eljön az a kor, hogy a népek földülnek, és azt se tudják, mi bajuk. El van találva, nem? Jó. Eljön az a kor, azt is mondta, hogy megsírassák a halottak sorsát. Az is már igen sok sírt. Hát sokan meghaltak még, hát minden. Még is fognak. Nem? Nem tudjuk, hogy mi vár ránk. De nem szabad a fejet lelógatni, azt mondta édesanyám, gyerek, hogyan mész? Se te olyan egyenes vagy. Ja. Szóval ott mindig kapott benzint vagy dízelt. Az nagy izé volt, nem? Gyerekek, nem engedni. Nem engedni. Hát mondjuk egész röviden az én életemről rózsás nem lehetett, mert aki 10 éves korából elveszte az édesapját, 14 éves korából a bátyját, azután mind a három bevonult a második világháborúba, Monte Cassino, mond valamit, második Stalingrád volt. Szóval igen, sokon keresztül kömenni. Öreg apám nem tudott úgy dolgozni meg ezért, de tudott tanácsot adni. Nem volt az kocsmán, csak éppen véletlen, hogyha ezért. Nem. Szóval olyan, hát igen, aranyos ezért. 1950-ben halt meg 81-es évében, tehát 81 éves volt mikor. Hát természetes, hogy az ember jeveszt az energiából meg minden. 95 az nem 90. Ha mondják sok, jó meg vagy, nem csak jó, meg vagyok még. Ja. Most mit mondjak rá? A 95, akármit mondok, akkor is a 95 benne van. Az éppen úgy lehet, hogy ma ilyebben
mondjam a szövemet. Nem baj, akkor is szépen énekeltem, szépen együtt voltunk, elvizem a más világra, úgy lesz. Szóval... Halvány sárga rózsa, ha tudnál beszélni, elmondanád hogy nem éred mesélni, de azt, hogy nálad nélkül szenvedés az élet. Halvány sárga rózsa, meghalok én értem. Halvány sárga rózsát bokrétában tettem, valahol egy kis ablak alá tettem. Egykor rá gondolom, arra a kislányra, úgyis meghalok én, úgyis nem sokára. Gyere velem az erdőbe, kéki bolyát szedni, oda, hol a rigó fütyű, nem is olyan messze, ott a csendes lombsuttogás, rigó fücs megmondja, hogy a te két szép szemednek, szerelmednek, lettem a bolondja. Ha majd egykor visszatérek, megrakva virággal, bizony Isten nem cserélni széles e világon, majd amikor senki sem lát, csak az a jó Isten, megsugom, hogy te is szeress, enyém lehet egyetlen egy szentem. Nem én lettem hűtlen hozzá, te csaltál meg engem. Bánod is te akárhogy fáj az én beteg lelkem. Ha örökre elhagysz engem, elmegyek én messze, hogy a szívem minden baját, lelkem minden búbánatát, s a szerelmet csendben elfelejt. Visszajössz még, tudom, érzem, megbánod, mit tettél, ha van szíved, néked is fáj, hogy éhütlen lettél. Ha örökre elhagysz engem, elmegyek én messze, hogy a szívem minden baját, lelkem minden búbánatát, s a szerelmet csendben elfelejt. Eláradt a Tisza, elmossa jakat.
Fölsőrbe játszottunk. Hát aztán sugóba be kellett mennem. Végig sugunk, egyszer csak az évben ment a szerep, szereputek, beszéltek, meg ezért. Hát egyszer csak kötődődött, 6 lap nem volt bent. Na most ember mit csinál? Küvert a víz. Na. És kügyüttem, mondom, hol van az a 6 lap? 6, majdnem 7 lap volt. Hol van? Azt mondja, kicsit hibás volt a keze neki. Bush, azt mondja, a műhelyemben van a sírbe. Na, jó jártunk. Vége volt a második jelenetnek. Hama haza. Majdnem pofon vágtam. 1909-ben született, édesapámnak is kollégája volt, 97-es volt, még nekem is kollégám. Én akkor voltam 20, hát úgy körülbelül nem állt. De mindent át kellett diszponálni. A mostani iskolát, a temető felérő 2 ablak volt, és az alsó konyha, konyhának lesz most használva. Ott folyósokat csináltunk fel az ablakra, oda feléptünk, és a másik felén lementünk. Hétmétert át kellett a másik felére menni, és akkor ott ráléptünk fel, és ráléptünk a színpadra. Mindenen keresztül jöttem én te hozzá, azóta elhervadt nálunk minden virág, csak egy szál rozmarin maradt kis kertünkben, szeressük mi egymást, ugyebár örökre. Ha nagyon feszítik, elszakad a húr is, ne bántsd a szívemet, fáj az nékem úgyis. Hiába ringatom, hiába altatom, szívem nem bírja már, megöl a fájdalom. Én, amit emlékszik, csak itt lett ebédelve. A Rézi néne ötkön nem csinált. Ő egyedi volt, és akkor leült, ha jó emlékezeti tehetségem van, akkor az a székre ott szokott ülni. Mert ide begyűjni egy kicsit. De különben ez a pad eredeti. Tehát úgy, hogy... Átlagban úgy szokott itt lenni, hogy a marhahús, úgy lett akkor zsömletormás, vagy hát azután már zsömle gombóc, meg azért. Ez igen jó volt, egyszer tűtött, én magam is igen szerettem ezt. Itt is volt az, hogy ha gyűjtünk iskolából, már azt említettem, nagymamám is csinálta. Megleste, hogy mit főzött édesanyám, még mi volt ő neki? Amerika jobbik volt, azt ott ették hát. Szép volt, de sokon keresztül kellett menni. 10 éves voltam, mikor édesapámat elvesztettem. 16. december
40 ígyben. Nagy baleset volt. Berúgtak a landrótok, meg a nagyfejők, és Hitler alatt sötétségnek köllött lény. Most vett egy lovat, Zubobuchon vette a lovat, és Szamehára Stróniglió hajtott a lovat, és valaki a biciklivel már felsőrbe ment a landrótó ment a lóhíra, és be voltak hát persze totál, hát hátulról rá jártak. 7 törése volt. Én, mint 10 éves gyerek, csak a kaporsó mellett állottam mindig. Akkor volt rajta kis üveg már. Ott benéztem. Ez volt 11. december 41. 42. 14. március. Édesapám halála annyira megsérte, vagy hát megizérte apánk halála, hogy Herzklappenfehl, Endokarditis pulmonaris, vagy valami olyasmi volt. De hát 16 éves korában az is, az volt valami. Apátok sírjába belenézni. Borzasztó nehéz volt, de még borzasztóbb, hogy itt a fiam, az egyik közültetik, mert 7-en voltunk. Gyere, rózsám, tartsd a lovamat, hadd kössem fel véres kardomat, kiverjük a Szerbiát, visszajövünk Szőszát. Szép Magyarország. Anyu, ez szerintem az élek hozzájárult, hogy könnyebben átvitte azt, hogy a baleseteket apámról, Zoti, katonosság, meg öregpapa, az első öregapa is elesett a háborúba. Édesanyámnak az apja az még ott sebesült meg. Lőtt az ellenség is, meg ő is. Aztán ahogyan a puskát tartotta, itt kürepesztette az egész ezért. Minden nap oda megyek hozzá a nagypapával. Hadi szobor. A sétányi minek, mint az első asszony. Onnan is csak visszanézek szép osztrák hazámba. Keservesen sír a kis angyaló, hallom az okogását. Örülök, nagyon örülök, főképpen annak is örülök, hogy én voltam a múzeum létrehozásának a jobbik keze. Még annak is igen örülök, hogy nagyon-nagyon szívesek voltak a falusi népek, hogy rendelkezésre adták a tárgyokat. Ha az Őri-sziget volt, vagy Alsóőr volt, vagy Felsőőr, vagy hát bár Vörösvár is, az mindegy, mert Vörösvári gróf, ha Vörösváron volt, akkor nem?
az nem csak alsőt kell említeni. Nem? Én Vörösvárt tanultam, tehát úgy, hogy 1945-31. Decemberben mentem Inasnak, ilyen köpci voltam. És itt vagyok, 95 éves vagyok, még nem egészen. Hallottam azt a szót már. Ha az fahúzás volt, ha az futballcsoport megalakítása, az itt volt a szidlunk, ahol épült, itt fociztunk, és azután be is volt jelentve, de akkor szembe játszóiznének, ott volt a futballpálya. És azután én megfogadtam, azt már vezetünk, én megfogadtam, hogyha nekem lesz szavam, akkor lesz futballpálya is. Hát ide felakasztottunk mindenféle gerebék, hát mert ugye a szövőszék. És itt vajat csináltak. Ez még a vörösvári grúftú, ebbe terítőket még minden vasalták. Hát itt aztán volt, aki megcsinálta a mintát, hát az ő mintája volt. Ezeket összeszedtem a szemétdombon, ez mosógép volt elejét. A gyorsasság által gyurás elett küspriccőt, nem? Neki állott. Nem kellett gyúrni. Ez is egy kicsit kisebb, a kevesebb mosnivaló van. Ez finomabb. Ne? Azok a gépek az madracokat fenyítottuk, és akkor krémplisztik. Zöld, fehér, piros. Az mond valamit, nem? Hallottam már róla. Ja. Szóval ezek a fogak, ez már gépjen, ez áramja dolgozott, itt van a kábel. Az volt az első gépem. Ez a szem ömdöksi, ez az állás, ez a Nasenriemen, az a Zorára van, ez csilinkülős kantár. Tehát úgy, hogy így meg lett egyenként is nevezve. A mestervizsgán ez kézi írás. Tehát van egy kis ár, a vádbőd, azután jönnek a tűjek. Balkezes, jobbkezes. Itt is, itt jobban meg látni. Mikor ezt még látta, aki a vizsgát ott volt levényi, az is azt mondja, a Deutsch Kreuzi, az volt a Bundesinnungsmeister. És azt mondta, Gusti, miért adtad ezt itt a szabót? A masinja valami meglökte a szöntje. Nem hallgatsz. Ez kézírás. Vagy varázs.
akkor a hátusú felének a gépírás az srégű van. Aha. Ez még egyenes sem van. Tehát lehetetlen, hogy ez... gép legyen. Úgy van, ja. Ez a test. Kapsz egy disznó bűrt, az egyenesen volt a vánkos. Tehát a szalmával, de vides bűrbe lett zéve. Hát, hogy ez még, hogyha kendért, vagy valamit ezért itt ült, aztán még öregütő. Itten még van, ó elefántnak a tírt kalács. Ez itt nálunk a fehérbányában lett a lába. Hát aztán voltak kovácsok, akik, mit tudom én, ezért aztán ráírta, hogy 9, 6, 8, nem? 1896. Hát szóval, hát így nézett ki egy kovácsművel, ahol a sínt rá kellett húzni. Hát, ezen hordták haza a kíviket, szénát, szalmát, meg minden. Ez az első világháborúban az elesetteket ebben transzporálták. Itt műtét is volt. Hát itt mindenféle gazdasági tárgyak. Cséplőgép. Ebben nagy gondom volt. Sok óra bende van. Ezt a doktor Galambos plébános úr segítkezett ezeket. Vannak újabb tárgyak, az nem volna való ide, de hát azt mondták, hogy ez hová összeverni kár érte. Annyi már a tárgy, hogy nem fér el. Ja. Hát 4200. Mert egyszer már maga a ház egy múzeum. Tehát ahogyan látom, már tárgyok készülődnek, meg minden, tehát sok munka volt, nagyon sokat figyelni kellett, hogyha a fafírik meg egyszerre kellett, betettünk azt a permetezőt, vagy egy plén, aztán bemártottak egy-két nap, hogy lefullasztottuk őket. Addig ízéltem, hogy a tetőt a Grádicsra felállottam, Pemszlivia, bemártottam, vigyázni kellett, hogy nem fut le. Bemárt annyi, még mindjárt olyan szépen sikerült. Az öreg Birgya. Hát azt látom jobban, mint mi. No. Na. 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 Így ebben a korban. Focizni, amíg menne. Van a hadiszobor. És a hadiszobor mellett volt a főút, ami, hát mondjuk úgy, hogy ott játszott le minden. Ahol belül állott a most a Seniorenklub házál, onnaedru srég ment a patak felé, a Vövli Malom udvarán volt az út, tehát a Pinkaid 1910-ben lett betonírozva, és mikor a vizet csináltak a futballpályára, a víz alatt mentünk át. Hát ezért mindenen keresztül mentünk.
mentem teátria intézni. Az A betűt én mondtam, a B betűt én mondtam. De mit tudom én, hogy milyen vír szorult belém, hogy tulajdonképpen én igen hamar mondtam, hogy ja, vagy igen. De hát a bírót elfogadtam, de észrevettem, hogy egy kicsit nagy az irigység. Mondom, tudjátok mit, behílom a Gyülist. Miért hílod be? Hát mondom, mert azt akarom mondani, hogy én a bíróállásról lelépek. Hát nem, nem, olyan ez a zaj volt, hogy segbe rugadázták. Hát, szóval, fegyhivatott a járáskapitány. Hát azt mondja, hányan itt voltak már, hogy maradjon át. Hát azt mondta, maradj, hát tégezz már, tégezzet már. Hát akkor meghallgattam, főtétel az volt, de a forstandba bent kell ennyi, tehát bíró, helyettes bíró, első forstand. Milikpárt erősebb, az lesz a második Fostánc mitglied. Hát erre azt tudom mondani, hogy itt sok lejátszódott. Mégpedig innenről körülbelül 300 méterre van egy még most is rét. Én ott, mint kisgyerek, vagy hát 10 éves gyerek, vagy 11 éve őriztem a tahánokat. Hát tőlük hideg van. Ne! Öreg, most csak menj! Innen fenek, ez is a miénk itt. Ja. A bombalik még itt a sarkán van. Jó lányok, jó fiúk. Ez volt 15 méter széles. Akkor. És 10 méter mély. Volt halott volt német katona a határunkba. És egy magyar. Tehát 9-en voltak. És azt a 8 helet mind meg tudnám mutatni, hogy hol feküdtek. Hol voltak Einsoczban. Itt is valami lehetett, nem létezik, hogy talán valami mellette valami granát, vagy páncélfaszt, vagy mit tudom én, nem? Mondtam, hogy sok szilánkot. Én gondolom, hogy 30 darabot biztos. Az a keresővé. Egy méteres szilánk. És innen benek
levágtunk egy párat, belefirisítünk a szilánkba. Tehát a szilánk neki röpült, mint itt is. Neki ezért és akkor benyújt a héja, rányújt, akkor a motorfiris reszegett, mikor. Ja, de ezt minden izébe kell venni. Természetes. Ja, hogyha mondjuk itt állott az ágyú, oda be tudtak lőni. Vagy külültek oda, ahonnan a röpülő leesett. Öreg apám említette mindig, hogy alsó őri község bent van, hogy csatatér. A Vosszabe hőtértő most is tudom, hogy 150 méter ott ült egy német katona, szalonnát evett, és ott kapott fejlövést. A temetőből kő, és ott biztos megcilozta. Ebben hőtér mellett volt egy út. Még most is van az az út. Rácsos kapu, rácsos ablak, nem sokára itt elhagylak. Elmegyek én messze földre, találok én szeretőre valahol. Én édesapámnak a papucsába lépett. Oké. Azt szokta csinálni ezt. Ne fizess jóban, ígyunk egy fröccsöt, azt megcsinálta. Úgy szeretem magát, mind a cukorbabát, szingervarodában járatom magát. Megváltom a jegyet, hogy hozzám jöjjön kegyet, egy hosszú éjszakára rám bíznám magát. Sejrika, rika, rika, kis tubicám, vágyik a vajakom a csolkod után. Gyere vissza, légy a párom, légy a babám, Sejrika, rika, rika, kis csúcsa. Bolíviában úgy állt a lábon, hamis a legény, a két szemében a vágy, de mégsem szeret igazán. Ha már a férfi nővel érzi magát, becsapja százszor nevedve táncol tovább. Ha már a férfi nővel érzi magát, becsapja százszor nevedve táncol tovább. Az alsőri csárdában eszet ég a lámpában, az is olyan vigan ég, három betyár a vendég, három betyár húzatja, a babáját síratja. De még egyszer, hogy hány szakmát tanult? Mert az kamerára még nincs rögzítve. Úgy van, de ott van német is között. Nem baj az, mondja csak el. Szóval, németű Sattler und Rime. Tehát bőrrendes és szígyártó. A kárpitos, az tapecérer. A másik meg festőmester. Vagy hogy a kárpitos, akkor hozzátenni, na, mondd meg, gyerek. Mert ott van egy tapecére, ríme,
bitváren egyszerűen, tehát úgy, hogy párnákat, matracokat, meg hát... Hát ez mindig úgy volt, hogy itt a festők konkuráltak, mert a tapétákat ne fügyik azt. Aztán átalakítottuk, megcsináltuk a mestervizsgát a festésre. Még aztán volt, ők tapétázhattak, mink még festettünk. Azért aztán így öt mesterség összejön. Ja. Én mondjuk nagyon szerettem a mesterségemet, de még nagyobban szerettem a mesteremet, mert az abba az öt és háromnegyed évig voltam ott, akkor Grósz Pétersdorfra kerültem, és utána pár év nem csináltak vizsgát, akkor ott kellett megcsinálnom a vizsgát, tehát úgy, hogy hát mit tudom én. Én azt mondhatom, hogy a mesterem abba az 5-3-4 évben egy árva szót, rosszat nem szólt hozzám. Az leült mellém, és megmutatta, megmagyarázta, meg minden. Az ollót úgy kell köszörülni, két tű van a kezedbe. És akkor azt ott olyan régű tartani, hogy abba élsz. Nekünk nem kellett, mint magunk megcsináltak a műhelyben. Ja. Mesterem az jó értette, hát én is megtanultam. Aha. Egy kicsit heregyütt a hülye fejem is. Lemegyünk a Vosszabő őtér felé. De itt lesz egy házikum, de nincs itt velem a kulcs. Ezt én építem 70-ben. Okay. Érdemes, még szép a külátás is. Jó. Aztán valamikor egyszer majd megisznunk egy pohár bort, vagy valami sört, vagy nem. Jó. Pálinkát. Ja. Hát majd nézek, hogy legyen itt minden. Tökéletes. Ja. Ja. De szeretnék aranyhalá válni, ibolyákat füredi huszkálni, odaoszni babám hálójában, elbücsözni